Sziasztok, Palatás Dávid vagyok. Ez a 2015. szeptember 24-i előadásnak lesz most az újra felvételás. Sajnos akkor a kamerával gondoljam adódtak. Egész pontosan egy adaptárt sikerült otthon hagynom, úgyhogy ezúton is elnézést kérek. Viszont van ebben jó hír is, hogy most ezt az előadást nektem úgy jobban idézőjebben személyre szabottan csinálni. Úgyhogy remélem, hogy itt több információt fogok tudni átadni, és rövidebb idő alatt. Ugyanis hogy a közönség kérdéseire válaszolnom kellett mindig. Azokból egyébként a legjobbat, a legjobbakat el is tettem. Nos, akkor vágjunk is bele. A képen, amit látunk, ez biztosan mindenki felismeri, ez a nyára mindenkinek ismerős, ez a tűzsdepalota épülete a szabadság téren, a mai szabadság téren ez már nagyon régóta itt, több mint száz éve, és ami ebből nekünk a lényeg, hogy bizony Magyarországon már volt egyszer egy pesgő tőzsdekultúra, kultúra, akkor még a nagypolgárság és az arisztokráciának a kiváltsága volt hogy akár napi szinten trédeljenek. Egyébként Magyarországon volt, ebben az épületben zajlott tulajdonképpen Európa legnagyobb árutős, de ugye is a magyar mezőgazdaság, az akkori magyar mezőgazdaság Európában vezető színvonalú volt. Én azt szeretném, hogyha egyszer Magyarország a világ tréderei, illetve a világ társadalma között ide felemelkedne. Ehhez viszont rá szükség van, és én nagyon bízom benne, hogy Megcsinálhatjuk. Nem baj, ha naiv vagyok egy kicsit, az is kell szerintem. Egy kis naivság az élethez. Nos, ez ekköré a kérdés köré fog csoportosulni az előadás. Ennyire fogtok úgy gondolom, hogy választ kapni. Nem biztos, hogy exakt választ, de mégis egy olyan választ fogtok kapni, amiből azt gondolom, hogy el lehet indulni, és otthon egy kicsit átgondolva az eddigi trader pályafutásotokat, vagy az eddig nem létező trader pályafutásotokat talán egy kicsit jobb irányban tudtok majd evezni ezen a össze-vissza csapkodó folyón. Én mindenkinek azt kívánom, hogy ez teljesüljön. Nagyon fontos még megemlítenem röviden. Sokat köszönhetek a Traders Night-nak. Nektek rengeteg kapcsolat, ismerettség és tudásanyag az, ami így a rendelkezésemre áll. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy nagyon sok helyre juthattam, illetve annak is, hogy nagyon-nagyon sok információt időben megkaphattam, és úgy gondolom, hogy ha ebből most nektek az anzásítottat vissza tudom csepegtetni, akkor, akkor elégedett leszek ezzel a mai előadással. Egyébként a diasor az 99%-ban megegyezik az előadáson elő adott anyaggal, vagy kivetített anyaggal, itt most egy kicsit többet is fogok talán annál adni, de mégis több információval. Jó, témáink, Jó magamról pár szó. Ahogy ezt említettem, nagyon sokat köszöntök a Traders Night-nak, én 2007-ben találkoztam először két napi lap hirdetésében a fő oldalon egy, bizonyos iskolával én oda beiratkoztam, 2008-ban még nem tudtam ezzel foglalkozni, lévén egyébként éppen akkor jöttem ki, tulajdonképpen a középiskolából, 2009-ben viszont már elvégeztem több tanfolyamot, Ninja Traderben akkor már programoztam, 2010-ben több egyetemi csapattársamat, vagy csoporttársamat is összeszedtem, és velük együtt kezdtünk el tőzsdézni, mert mégiscsak jobb az, hogyha nem egyedül csinálja ezt az ember. Ebből végül is csak négyen maradtunk, és a legvégéig, az az mai napig már csak hárban. De ami még a fontosabb, 2011-ben találkoztunk, akkor indult a Traders Night. én az első kivételével, meg még egy darab kivétel az összesen ott voltam, és vagyok is, és akkor még Várkuti Géza szervezte, nála is tartottunk, programozói tanfolyamat, a profit.hu soknál is tartottunk programozói és felhasználói tanfolyamokat. Én nagyon bízom abban, hogy ezeknek a tudásanyagát is a mai előadásba be tudom nektek minimálisan építeni és így felhasználni. És 2011-ben találkoztam össze Szoboszlai Attilával, én tőle nagyon-nagyon sokat tanultam. Egyébként én először a programozás felett indultam el, tehát a robotok készítésével. Nagy szerencsém volt, nem buktam sokat, de, de hát ez teljesen egyetült, az az üdvözítő megoldás, főleg nem elsőre. És akkor Szoboszlai Attila, Szoboszlai Attila tanultak révén el tudtam indulni egy teljesen más irányba, és végül a mai napig a stratégiám kikristályosodásához ez is nagy mértékben hozzátett, és még megemlíthetném azokat az előadókat, akik tulajdonképpen a Traders night bármikor is előadtak, mert tőlük is rengeteg-rengeteg tudást szedtem össze. Na, de ami nekünk ebben fontos, a stratégia alkotásról lesz szó nagy részt, hogy hogyan álljunk neki a stratégia alkotásának, én mindenképpen azt szeretném kérni tőletek, hogy ha az elején nem is lesz csártokról szó, mindenképpen figyeljetek, minden mindenképpen figyeljetek, mert rengeteg fontos dolog fog elhangzani. Utána megvan a stratégiánk, ezt környezetre kell szabni, optimalizálni fogjuk, illetve utána induló tőke nélküli lehetőségekről lesz szó, majd a piacok működéséről, ezeknek való optimalizációjáról, illetve a Trader Centrum csapatáról ugyanis most már éppen ideje van, hogy ennyi év után egy kicsit vissza is tudjunk adni a tudásunkból. Jó, akkor kezdjük is el a stratégia alkotást. Mi a cél? A nulladik lépés a kás ez nagyon fontos, ez azt jelenti, hogy kell egy olyan mentális, pénzügyi és időbeli környezetet biztosítani magunkra, egy ideális környezetet, ami mentén el tudunk indulni abba az irányba, hogy össze tudjuk tenni az építő kockákat magunkban, hogy képesek legyünk később egy tőzsdei rendszert, egy tőzsdei szisztémát üzemeltetni. Utána kell a kreativitás, és nagyon sokat lesz a money managementről, mert ez nagyon sokat tud javítani, illetve egy rossz money management nagyon sokat tud rontani az eredményünkön. Utána a money management és a találati arány viszonyáról lesz szó, igazából ezt egy témakörben fogjuk tám kitárgyalni. Komplex készrendszer is lesz, hogy ebből az egészből lesz egy kész komplex rendszer, és hogy hogyan tudjuk üzemeltetni. Ugye mi a cél? Tőzsdézésből megélni, a sorstársakkal lehetőleg. Jó lenne az, hogyha minél többen lennénk, minél többet tudnánk együtt találkozni a kvázi szabadidőnkben, és minél több tapasztalatot tudnánk megosztani, hiszen a tapasztalatok megosztása az elengedhetetlen ez a szakmához. Tehát akkor a nulladik lépés. Rendben első pontja. Én azt javaslom, hogy akik most itt vannak, vagy azt a négy könyvet, illetve a Phoenix Emilion az konkrétan hanganyag formában is megvan, többeteknek is, ha jól tudom. Ebből kettőt, de inkább hármat ha végig ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hasznos lenne. Én azt gondolom, hogy ezeket hónap, hónapokban mérhető, mire ezeket az ember végig és megemészti, és feldolgozza, és megteszi a szükséges lépéseket esetleg magában. De az alapozás, a lelki alapozás az mindenképpen szükséges, hogy megismerjük magunkat. Nagyon-nagyon fontos, elengedhetetlen, hogy magunk, önmagunk ismerete legyen a legnagyobb a világon, mert enélkül el vagyunk veszve a szakmában. Ezt most már bátran kijelenthetem, és, és minden sikeres trader is így is gondolja. Azért nem kell nagyon bele csavarodni az ezotériába, meg semmiféle hülyeségbe, de ezt a négy könyvet, ezt nyugodtan el lehet olvasni, Végig lehet gondolni, ebből még baja senkinek nem lesz, nincsen benne semmilyen bullshit, nincsen benne semmilyen félrevezető dolog. Azért ezt a négy könyvet választottam, mert négy különböző stílus, négy különböző féleképpen megértető szakirodalom tulajdonképpen a témában, és mindenképpen ebből a négyből azt gondolom, hogy egy ez célba fog érni. De lehet, hogy több is, az csak jobb, annál jobb. Jó, akkor szerintem ezzel lapozhatók is. Tehát ez már hónapokban mérhető, és még semmilyen csárt meg semmilyen törzsdei anyagról nem is volt szó. Ez nagyon fontos. Kérlek, tényleg vegyétek komolyan, mert ezek nélkül hiába mutatok én bármit a csárton, sőt igazából nekem nem is kellene semmit mutatnom a csárton. Utána, ha ezek megvannak, érdemes elolvasni ezekből a könyvekből is. Legalább kettőt. De inkább hármat vagy összeset, azért, hogy tudjuk, hogy ez a tősde szakma miről szól. Nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen szakmába csöppenünk vele, és mit akarunk. Elengedhetetlen, hogy ezeknek az embereknek, ezeknek az úriembereknek egy-egy könyvét, életútját elolvasuk. Nincsen benne róla szó tősdésről konkrétan, tehát a stratégiákról de a lelki folyamatokat, a lelki oldalát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól bemutatja, főleg Jesse Livermore-nak a storia, amit Edwin leférve Lefévre nem tudom kérdeni, mert francia, bocsánat. Az egy spekulás egyébként az a Faragó Tamás fordította aki, most vagy a vakmajon, vagy a vérmedve. Ezt nem tudom, de nagyon szórakoztató, és nagyon jó könyv, tehát tényleg, tényleg nagyon olvasmányos. A Nikolász Darosnak a Hogyan nyert több két millió dollárt a tőzsdén, ez alapmű, tehát ezt mindenképpen javaslom elolvasni. André Kosszonyok Mesterfokon a pénzről, ugye Nikolás Darvassal együtt ő még itt a másik magyar, illetve Felegi Tamás, a Mesterfokon a pénzre az is nagyon jó könyv, de szerintem jobb, hogyha ezt már kicsit később olvassuk el. Martin Schwarzak a Pitbull és Mark Douglas Trading in the zone -ja is jó, de a Trading in the Zone is szerintem csak mondjuk a Hogyan nyert több kétmillió millió dollárt a tőzsdén című könyv után érdemes fellapozni. És a Tamás, bárki lehet tőzsdés könyve és szenzáció, és ő egyébként volt is nálunk a Traders Night-on 2014. augusztusában, fent is van a videója. Nagyon kiváló. Tehát megvan a lelki alapozás, talán, hogy kicsit rendbe rakjuk magunkat, utána megnézzük ezt, vagy megnézzük azt, hogy miről szól ez a szakma, a tőzsdézés maga, a kereskedés, a mindennapos kereskedés, saját célú kereskedés, más úriemberek példáján, és utána lépjünk majd tovább a stratégia alkotásra. Én azt mondom, ha van időnk, ezeket a könyveket is azért érdemes elolvasni, mert itt már kicsit cizelláltabb, itt már konkrét a tőzsdébe jobban beleásó dolgok vannak, a Super Trader például a Fantárnak nagyon jó, illetve még amit ezek közül inkább javaslok, az a How to make money in stocks, szerintem ez is nagyon jó. Örülnék, hogyha ebből is kettőt elolvasnátok, de nincs kétségem a felül, hogy sokan nem fogjátok elolvasni a könyveket, de azért én tényleg javaslom őket és bízom benne, hogy természetesen a hallgatóságból is majd valaki egyszer fog írni egy könyvet. Én nagyon szívesen olvastam mások sikert történetét, abból is csak tanulni lehet, és lelkesítőleg hatna legalább azokra, akik még kételkednek abból, hogy meg lehet élni ebből a szakmából. Jó, na akkor, miután ezekkel meg vagyunk, ezek a hónapok után, nézzünk bele abba, hogy mitől, hogyan indünk utána neki. Ha teljesen kezdőknek, és akiknek már van előéletük is, sikerten előéletük, két-három hétig üljünk le a számítógép elé, vegyen egy-két termék, de tényleg nem több, és nézzük csak két-három időtávon, vagy esetleg négy időtávon, két-három hétig, folyamatában, hogy mi történik a grafikonon. Nem kell se de számlán kötögetni, se éles számla semmi. Én tudom, hogy ezt nagyon kevesen tudjátok megtenni, de azt gondolom, hogy ha ezt valaki akár szabadság, vagy akármilyen úton módon el tudja érni, az egy óriási lépést tesz annak az irányába, hogy sikerre vigye ezt a szakmát nagyon-nagyon-nagyon nagy nagyon segítség lenne. Két-három étig tudom, hogy idegülő, idegtépő, de amúgy is meg kell tanulnunk türelmesnek lenni ez a szakmához, illetve továbbá nagyon fontos az is, hogy lássuk, lássuk, hogy hogy alakulnak ki Ne azt lássuk mindig, hogy jó, most lelök a gépel, és látom, hogy mi volt hanem az folyamatában, hogy a piacnak a lüktetését átérezzük, és, és, nézzük, csak nézzük a grafikonokat. Nem is kell látni se indikátort, semmit, én azt mondom, csak nézzük. És előbb-utóbb be fog indulni egy kreativitás. Azért jó ez, a kreatív látásmód, azért szükséges ez, mert így a te agyadnak a legideálisabb, észrevételeket fogod megtenni a csártra vonatkozóan. Mert hogyha másoktól hallasz, bármit, akkor annak már van egy kis nem saját íze. És nem biztos, hogy a te agyad arra van legjobban ráállva. Nem biztos, hogy a te agyad azokat a stratégiai elemeket fogja a legelőször észrevenni, vagy nem is biztos, hogy az időtáv neked az ideális. Én ezért javaslom ezt. Nem azért, mert másnak nem jó, amik De nagyon sok jó iskola van, meg nagyon sok jó tananyag van az interneten, tényleg. Tehát nincs már olyan nap alatt de én úgy gondolom, hogy ez az az egyik módszer, amit én is végigvittem, és, 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 szerintem ezzel nagyon sokat lehet. Még akár aki korábban trédelt, azoknak is nagyon jó ez a módszer. Csak el kell kezdeni bátran. Én ehhez egy ezt tudom nektek javasolni mindenképpen, hogy ezt, 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 ezt a két három a töltsétek el így a grafikonok előtt. Már is folytatjuk. Szóval ehhez a diához én nem akarok többet elmondani. Amit tudtam, elmondtam, én nagyon bízom benne, hogy ezt megfogadjátok. Legalább egyszer. Mert hogy? Ha utána nem működik, vagy ez nem működik esetleg, bár egyébként nem gondolom, hogy ennek ne lenne haszna, akkor tényleg el lehet menni más tanfolyamokra, el lehet menni utána nézni bárhol bármilyen stratégiának, stratégia elemeknek, de az biztos, ha másta veszünk ötletet, az nem fog még egyből működni nálunk. Pont ezek miatt. Hiszen egy nagyon egyszerű példát mondok. Egy sikeres trader elmondja másnak, mondjuk egy nem sikeres tradernek a stratégiáját, az megérti egy bizonyos százalékát annak, amit elmondott, de nem fogja tudni ugyanazt megcsinálni. És ugye nem fogja tudni eldönteni, hogy ez a sikeres trader, vagy ez a másik trader akár, hogy ez tud ebből pénzt csinálni, vagy nem. Ezt nem tudjuk így eldönteni. Ezt csak úgy tudnánk eldönteni, ha pontosan mindig ugyanott lépténk be meg ki. És hiába exaktak a belépési, maga a kilépési pontok. Egyszerűen mindenben van intuíció. Meglepő, talán némiképp meglepőleg hat, de még egy automata rendszerben is van intuitív rész, hisz a beállítások, a futtatások, melyik deviz a párom, milyen terméken, hogy, merre, meddig, ez mind intuitív rész tulajdonképpen. Nagyon jól mondta az egyik robotprogramozó ismerősöm, hogy két ugyanúgy futtatott robot sincs azok között, amiket ők esetleg értékesítettek. Egyébként ez némiképp elgondolkodtató. Nem véletlenül. Szóval lehet utána nézni más ötleteknek, de ne feledjük, az nem biztos, hogy nekünk a legjobb lesz. Azzal teszünk magunknak a legjobbat. De ha nincs más, akkor irány előre. Képletbe foglaltam nektek nagyon röviden, miről is van itt tulajdonképpen szó. A konzisztens nyereséghez kell egy megfelelő rendszer, és az ehhez való kép, üzemeltetési képesség. Tehát hiába van egy kész rendszerünk, akármástól szerzett rendszerünk, ezt még üzemeltetni is kell. Ez megint egy külön tudomány. A megfelelő rendszer. Én most az üzemeltetési képességről többet nagyon nem fogok beszélni egyébként. Tehát amiket én mondtam könyvekként, módszerekként az elején, én azt javaslom, hogy itt ezt a részét ilyen lezártnak tekintem. Ez annyira egyedi az önismerethez vezető út, az annyira egyedi, hogy én ebben nem... Tudok, és nem is szeretnék többet mondani. Viszont a megfelelő rendszerről beszéljünk inkább többet. Az kell egy ötlet és a kreativitás. Ugye az ötlet, azt megbeszéltük, hogy lehet saját vagy mástól szerzett. A kreativitás faktor pedig azt jelenti, hogy ezt hogy tudjuk még jobbá tenni, még jobban hogyan tudjuk optimalizálni, esetleg fejleszteni. Ehhez tartozik a money management, a találati arány, milyen termék, melyik broker, milyen piacon. Tehát ezek a egyéb kiegészítő dolgok. Ez a kreativitáshoz tartozik, a folyamatos, nem is azt mondom, hogy fejlesztés, hanem a mindig a jobb felé mindig a kicsit többet, hogy tudunk még kiszedni a rendszerből, és az bizony az is hozzátartozik, hogy például brókereket vizsgálunk, piacokat, termékeket, volatilitást, és hasonlók, likviditás és hasonlók. Tehát ezek mind hozzátartoznak. Tehát a megfelelő rendszer az ötlet szorozva a kreativitással. Mert minél jobb és a jobb ötletünk van, minél jobb a kreativitásunk, annál jobb lesz ez a rendszer. Ez teljesen egyértelmű. A rendszer a megfelelő rendszer plusz üzemeltetési képesség, ott pedig mind a kettő elem kell ahhoz, hogy konzisztens nyereség legyen. ott az, Azok nem egymást fogják javítani, azok mindenképpen szükséges feltételek. Az ötlet és kreativitás az nem annyira szükséges, de szorzatként értékelhető az Szó szerint egyébként. Akkor kezdjünk bele a money management részbe. Ez egy kicsit hosszabb lesz. Ahogy látjátok, itt elég sok mindenről van szó, vagy lesz szó. Először a legalsót hangsúlyoznám ki, hogy erben számoljunk, tehát az azt jelenti, hogy riskben, tehát egy veszteségkeretnyi egységben számoljunk. Első körben is, ne százalékban, dollárban és pipben. De természetesen ezeket sem kell elfelejteni, ezek is nagyon fontos dolgok de lényegében risk reward, vagy risk reward, na bocsánat, riskekben számoljuk, tehát R-ben, én a jövőben így fogok rá most hivatkozni, tehát egy egységnyi veszteség keretben. Jó, egy kötésben lévő veszteség keretnyi pénzt jelent ez az R itt a továbbiakban. Természetesen százalékokról lesz majd utána kifejezve a dolog, vagy lesz azokban kifejezve, hiszen mégis valahogy exaktabbul meg kell ezt fogjuk fogalmazni. De alapvetően én az R-t tekintem alapegységként a money management számolásnál, és ez tulajdonképpen lehet többféle is, most maradjuk konzisztensen ennél, jó, ennél az RS számolásos dolognál először nézzük meg a visszakockáztatós módszert. Miről is van szó? Fantarp vezető traderek közül is nagyon sokan ezt használják. ha jól tudom, a, nem a Super Trader nevű könyvében van erről szó, hanem a Position Sizing. Valami hasonló a könyv címe, most nem akarok belebonyolódni. A lényeg, tekintsünk egy 1-1-es egy Risk-Reward arányú pozíció, tehát az a stop lossunk az pont olyan ugyanaz messze van a belépési ártól, mint a célárunk, a take profit. Nézzük egy négyes nyerő szériát. Egy egyesnél egyébként egy négyes nyerő szériát akár még véletlenszerűen is össze lehet hozni. Egyelőre csak a matek részénél maradjunk. Tehát az első lépcsőben 1000 dollárból indulunk a 2%-ot kockáztatunk, 20 dollár nyerünk. Ez szerintem teljesen egyértelmű. Utána a 1020 dollárból a teljes nyereséget a 20 dollár visszakockáztatva, tehát ismét 20 ez már nem 2% ugye, de kicsit több mint 2%-ot újra kockáztatunk, ez már 1040 dollár. És ezt a 40-et visszakockáztatjuk, mert lesz 80, ha 80 at akkor 116, vagy 160, bocsánat, 110, bocsánat, 160 dollár. Tehát ez azt jelenti, hogy ha visszakockáztatjuk az összes mindig az addig megnyert pénzeket, akkor 80 dollár helyett 160 dollárunk lesz a végén. Ez 8%-hez 16%. Ez, ez elég jelentős különbség. Hozzáteszem azt is ugyanakkor, hogy ami van, ha valamelyik fázisnál vesztünk. Ha valamelyik fázisnál vesztünk, akkor ugrott az addig összes nyereségünk. De újra tudjuk kezdeni akár egy újabb 20 dolláros kockázati szintről ezt a játékot. Végülis ez is meggondolandó ugye akkor, ha az első, vagy a második, harmadik, negyedik vesztő esetleg, akkor újra 1000 dollárról indulunk. Tehát meggondolandó. Ez egy négyes nyerő széria, ezt egy-egyes rr nem olyan nehéz egyébként összehozni. Én azt javaslom, maradjunk egyébként továbbra is csak a matematikán, és akkor majd utána foglalkozunk még a többivel. Szintén egy-egyes RR tekintsünk, de most négyes nyerő szériát. Így, 1000 dollárból ugye 20 dollár, 200% kockázat mellett 1020-ból megint 200, de most az újabb kezeti 200%-ot is visszarakjuk, így egy négyes lépcső után a 80 dollárból, vagy a 80 dollár helyett már 300 dollárról beszélgetik, az 80 helyett 30%. Ez óriási megugrás. Ez óriási megugrás. Jó? Tehát ez, ez nagyon fontos. Ez egy óriási megugrás egyébként, ha megnézzük a számokat. Én bízom benne egyébként, hogy mindenhol jók a számok, sőt, biztos vagyok benne, hogy jók, mert már egyszer átnéztem, és az előadásról sem szólt senki, de akkor is 30 000, tehát az arány a lényeg igazából. Úgy ugye az a négyes nyerő szírja egy egyes risk rewardnál. Lépjünk még egy szintet tovább. Most az a különbség, hogy egy kettes risk reward négyes dirő szériában. Ugye egy kettes, ezt már nehezebb ugyan megcsinálni, mert kétszer a messze mondjuk átlag van mondjuk átlagban a take profitunk, mint a stop loss, de én arra kérlek mindenkit, hogy ezt meg lehet akár kettes-hármas szintig is csinálni, hogyha mondjuk olyan a találati arányunk. Tehát meg lehet három után visszaveszük a kockázatot, az is egy jó módszer hogy utána visszacsökkentjük a kockázatot, és utána újra növeljük. Majd erről lesz még szó, hogy hogyan érdemes ezeket variálni, de ez teljesen egyéni és egy stratégia függő. Ez csak maga matematika. Ebben az esetben, ha egy kettest veszünk, risk ból négyes nyerő szériát. de a kezdeti 2% kockázatot most nem tesszük vissza, így is brutális eredménye lesz, ugyanis 8%-át már 72%-ról beszélgetünk ez óriási, ez egy óriási százalék. Tehát ez mindig, amikor megkérdezik, hogy hány százalékot lehet csinálni tulajdonképpen egy hónap alatt, ezek után nem lehet azt mondani exaktú, hogy csak ennyit vagy csak annyit. Tényleg bármennyit meg lehet, ez csak rajtunk múlik. És akkor van még egy verziója ennek, hogyha az egészet visszakott, tehát úgy az egészet, hogy a kezdet 200%-kockázatot is mindig helyreállítjuk, és így van egy négyes es kétszer akkor a célár mellett, mint stop mellett. Ebben az esetben a kezdeti 8 megnyerhető százalék, mindig csak 2 százalékokat nyerünk, bár a 8 százalékban nincsen benne a 2 százaléknak a kamatos kamata, az se elhanyagolható, de most mindig csak azt a 20 dollárt nézzük, akkor itt viszont már 94 százalékról beszélgetünk. Elképesztő a 8-hoz képes szerintem. Ugyanaz az csártokon végrehajtható metodika szerint. Nagyon komoly eredmény. Szerintem ezt, ezeket a diákat nyugodtan majd, vagy többször visszanézhetitek a videót, mindenképpen érdemes azt gondolom meggondolni, és a ti rendszeretekben is valamilyen módon ezt beépíteni. Tényleg javaslom, tehát brutális eredményeket lehet így elérni. De ezeket például nem nagyon tudok arra, hogy hol oktatnánk, de én bízom benne, hogy valahol igen. Az a legjobb, tényleg. Jó, erről a módszerre nem is akarok egyet -egy többet beszélni. A piramis módszereket szerintem azokat talán többen ismerik, kétféle piramis van, az álló meg a fordított piramis. A fordított piramis az, amit kicsit jobban kiemelik. Az álló piramist az biztosan sokan használták már, hogy egyre többször rákötünk egyre kisebbeket, és egyre lassabban követjük az átlagáról a trendet. Ez egy lotról dolog, aztán fél lot, negyed lot és hasonló társai rákötve én egy picit jobban gondolom a fordított piramist, amikor már hasonló kép, mint amit ott a visszakockáztatós módszernél láttunk, de a stoppot mindig már a meglévő nyereségek terhére tovább lejjebb húzzuk, ha mondjuk trendben vagyunk, vagy lejjebb, vagy félbe, attól függ long, persze. Tehát, hogy mindig az addig összes nyerőt érdemes, vagy legalábbis annak egy nagy részét érdemes visszakockáztatni rögtön a következő rákötésnél, ugyanis így kamatos kamattal megy tovább a történet, két nyitott vagy három nyitott pozíció esetén, és a még négy bokot kötünk rá, persze itt is adva, hogy mekkora valószínűség, tehát itt is kell egy adatbázis, a saját adatbázis, hogy mi stratégiánk az, az, mit tud tulajdonképpen, tehát ahhoz mérten kell ezt alakítani, de 50%-nak is ebből előtt arány, tényleg érdemes ezeket meggondolni, mert óriási eredményjavulásokat lehet vele elérni. Igaz, ez is kell az, aki megnyomja a gombokat. Én ezt tudom, nagyon-nagyon nem könnyű, de nagyon-nagyon megnöveli ez is az eredményét. Ez főleg azoknál érős, akiknél 50 nál kisebb a találati arány. Jó, én ezeknél javaslom ezt. Hú, a Kelly kritérium. A Kelly kritérium, ez, ez egy számítási módszer, tulajdonképpen ezt Kelly találta ki, hogy hogyan lehetne mondjuk egy ideális pozíció méretet megjósolni. A képletét látjátok, ide is a nagyszámú minta kell. Itt tulajdonképpen a nyerési esély, tehát a találati arány és a R, R tehát a reward risk, vagy risk reward arány kell tulajdonképpen. Én itt csak itt reward risk van, azért mondtam, hogy minden, mert risk rewardot szoktak mondani, de általában a szakiradom a reward riskként fordul el, tehát nyereség per veszteségként. Tehát a nyerési esély azt én találati arányként titulálom. Ugye, hogyha van egy, az első esetet nézzük, ugye 50 minusz 100, minusz 50 per 1, és ugye ezt kivonjuk az egész az 50 az 0, -a. tehát ez azt jelenti, hogy ha van egy 50 os eséllyel, 50 százalék a nyerési esélyünk, tehát eltaláljuk az adott irányt minden másodjára, és egy-egy az akkor akkor, 0, akkor nincs értelme igazából a piacon maradnunk hosszú távon, mert nincs előnyünk a piacsal szemben. Ugyanúgy, hogyha van egy, minden 10 10. alkalomra, tehát 10% a nyerési esélyünk, ugyanakkor 10 annyit nyerünk, akkor sincs értelme, mert, mert ha minden 11 nyerünk csak 10-szer annyit, egyébként meg 9-szer egyet bukunk, akkor ugyanott tartunk tulajdonképpen. Remélem jól fogalmaztam, is érthető. Tehát ha 10%-ban tudunk 10-szer akkorákat átlagban, mint amennyiket veszteni, akkor akkor, 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 nincs értelme a dolognak. Remélem, hogy értetően fogalmaztam, és értitek a matematikai képletet. És itt van egy példa, ami pedig azt jelenti, Hú, egy, már is folytatjuk innen, ezt a példát mindjárt kielemezzük az utolsó pontot, mert ez a lényeg. Ahogy említettem, akkor az utolsó a lényeg, az utolsó pontunk. Itt, amit érdemes figyelembe venni, az az, hogy kettes reward risk aránya, tehát kétszer nagyobb a célárunk, mint a stoppunk átlagban, és 40%-ban találjuk el a piacot, tehát 40%-os a találati arányunk, a nyerési esélyünk. Ebben az esetben 10%-ot érdemes kockáztatni. Hát ez mindig szép és jó, ha így van, de ezt nagyon nehéz betartani, ezt egyébként azért tettem ide be, nagyjából az én rendszeremnek is ezek a számai, de én sem merek 10%-ot kockáztatni. A kritérium azt mutatja tehát meg, hogy melyik az optimális pozíció méret, amivel érdemes dolgozni. Az egy 10%-ot én sem kockáztatok, de ez az ennyit kellene. Lehet, hogy egyszerűen eljutok oda, hogy én is fogok 10%-ot kockáztatni. Én egy kicsit másképpen csinálom, viszont kiinduló pontnak jó lehet ez a kelly kritérium. Az mindenképpen igaz. A is. Erről már Herpai Nándor is beszélt az előadásain. Röviden a lényeg. 0 és 0,5 közé, bocsánat, 0 és 1 közé eshet az értéke, és ha a 0 és fél közé esik, akkor mindig az ellentétes eseménynek nagyobb a bekövetkezési valószínűsége a következő szituációban, tehát long vagy short a következő gyertya adott időtávon. A fél akkor egyformák, akkor 50-50 százalék. -50%, ha 0,5 és 1 közé esik, akkor egy sortos gyertyát nagyobb esélye követ egy újabb sortos gyertya, mint egy longos gyertya. Ez miért lényeges, is ebből az egészből nekünk csak annyi a lényeg, hogy megvizsgáltuk M5, M15, M30, M60, tehát H1-es és napos időtávokon a főbb devizapárokat, is mindenhol azt tapasztaltuk, hogy sok évre kiátlagolva, tehát nagyjából 3,5-4 éveket nézegettünk végig, a Hurst exponens értéke az 0,5-nél egy picivel nagyobb. Tehát ez azt jelenti számunkra, hogy egy sortos gyertyát ezeken az időtávokon nagyobb esélyek követ egy újabb sortos gyertje, mint egy longos. Nagyon picivel ugyan, de nagyjából másfél százaléknál is kisebb egyébként, de nagyobb esélye. Most önmagából ebből még nem lehet pénzt csinálni. Egyébként ezt 2014. decemberében csináltuk, de ami a fontos, hogy a CHF párokon jött ki csak egyedül kisebb, mint 0,5. Ez a 2011 óta tartó árfolyam küszöbb, vagy hát nem is tudom, már padló, inkább így mondom, miatt lehetett egyébként, de a lényeg, lehet, hogy egyébként azóta már 0,5 fölött van ott is, egy picivel jobb kilátásaink vannak a trendirányú pozíciók felvételére. Ettől függetlenül a trendelens pozícióból is lehet valami menedzsmenttől függően pénzt csinálni, de erről majd még lesz egyébként. Nem is kell sokat mennünk. A Martigelev, ugye az ez azt, azt szimbolizálja tulajdonképpen, ez egy kaszinó szabálynak is lehet mondani. A várható értékek kisebb, mint egy, de miről is szól? Arról szól, hogy rákötögetünk egyre nagyobb veszteség terhére, tehát a trend ellen mondjuk rákötögetünk, de a martingél egyébként nem feltétlenül ezt jelenti, csak ez a klasszikus értelmezés, úgyhogy én is inkább ennél maradnék. Tehát rendellenes rákötögetésekről szól. Ugye, mint a kaszinóban is, elbukunk egy tétet, a következőre megduplázunk az alaptétet, megint elbukjuk, és ha egyszer, mindig duplázunk, és ha egyszer nyerünk, akkor egy kicsivel mindig többet nyerünk vissza, mint az összes addig én elvesztett. Tehát végre végrenőben nyerőként jövünk ki. A kérdés csak az, hogy mennyi letétünk van, így marginunk, és ez itt is vonatkozik. Viszont amiért én megemlítem itt a martingélt, mert hogyha egy olyan devizapánt nézünk, a Hurst exponens akár kisebb, mint fél, tehát az ellentétes Ugye, van egy gyártja és azt ellentétes gyártja követi, ellentétes értékű, tehát longot short, vagy shortot long, akkor nagyobb esélye, mint 50 százalék, akkor talán egy picit van esélyünk ezeknél a devizapároknál, ezeken az időtávokon a Martin Gale elve, a klasszikus Martin Gale elvel akár pénzt csinálni. A profitosoknak az extrém stratégiája pont ezért jó, mert az eurchf en kezdték el ők is futtatni, amikor még fel volt tartva az árfolyam küszöb. Azóta én nem foglalkoztam vele, hogyha nem is tudok erről nyilatkozni, hogy azóta mi a helyzet, milyen fejlesztések mentek. De a stratégia teszter egyébként nálunk is pluszos eredményt mutatott, ez kétségtelen. Ettől függetlenül én nem futtatom, de azt sem mondom, hogy ne futtassátok, és hogy futtassátok, olvassatok, utána nézzétek meg. Ez most abszolút csak a saját tapasztalat. És egyébként az extrém stratégiában volt egy nagyon ötlet, hogy helyreállító limitekkel dolgozik, tehát mindig vissza. Tehát, hogyha volt egy rákötési szint, ahol rá kellett volna kötni a rendszernek, akkor mindig csak akkor kötötte be az automata robot, amikor visszafele jött már az ár, nem pedig elfele. Ez is egy nagyon nagyon-nagyon szimpatikus dolog volt ebben a robotban. És pont ezért, mivel itt már szóba jönnek a stop out és a margin call szintek. Itt figyelnünk kell minden egyes broker cégnél különböző ezek a szintek, a stop out és a margin call szintek, tehát ezért kell a broker cégek között is vizsgálódni, hogy a legjobb rendszert tudjuk alkalmazni a megfelelő helyen. Ugyanis egy martingale is lehet akár működő, de ahhoz olyan stop out és margin call, margin szintekkel kell ahol ez kivitelezhető. Ez már erősen broker függő, tehát ezért is több tényezőre kell odafigyelnünk. Én mindenképp azt javaslom, ez egy haladóbb szint. Ez már itt egy haladóbb szint, semmi esetre sem azoknak való, akik most kezdik el, de mindenképpen érdemes volt megemlítenem, ugyanis létezik, van is ilyen, és ebből is lehet pénzt csinálni. Jó, én nem használom, régen egyébként használtam, én is sok, sok ideig futtattam ilyen rendszereket, egyébként eredménnyel, de az én pszichém nem tette ezt lehetővé, hogy olyan managementet találjak ki hozzá, amivel békében tudok lenni. Ettől függetlenül elképzelhető az, hogy valaki futtat ilyeneket. És én láttam is, azt, hogy mennyi idő, hogy hogy, arra nem tudok nyilatkozni, de ez mindenképp egy haladóbb szint. Jó, ezt jegyezzük meg erről. A kósi görbét igazából a Gilányi Attilának a, volt egy három perces kis beékelődő előadás az én előadásomban. Itt ezt a görbét csak azért akarom megemlíteni, mert ideális esetben így néz ki egy szórás. A nyerők, tehát a nyerők azok ugye minél nagyobb R egységet nézünk, annál jobban lecsökkennek, minél nagyobb vesztőket nézünk, az meg egynél elvágjuk, mínusz egynél el szoktuk vágni. Azért a szórás az így néz ki valóban, de a darab számra vetített szórás az nem. Tehát sokkal több lesz nyilván a mínusz egyenres vesztő, mint az összes többi érték. Ettől függetlenül a szórás maga csak a szint, a szórás görbe, az nagyjából tényleg így néz ki. Csak ennyit szerettem volna erről megemlíteni. És akkor nézzünk egyéb ötleteket. Korrelációk devizapáron. páron. Eur USD, GBP USD klasszikus, vagy Eur -USD, USD JPI klasszikus, vagy ami még nagyon klasszikus, EUR USD, EUR JPI. Ezek nagyon klasszikus korrelációkat szoktak produkálni. Itt is lehet, ha már egyik terméke megvan, nullában vagyunk, akkor ha a kockázatot egy másik keresztem, akár van átfedés közte, akár nem, de inkább ugye nyilván korrelál, akkor nyugodtan. Tehát ilyen praktikák vannak. Aztán még érdemesebb arra kitérni, mi alapján rangsoroljuk a pozíciókat, én és a tapasztalat, illetve tap, még nálam, meg egyébként is sok-sok-sok éve kereskedő tradersink tapasztalatai szerint is inkább a hozzám kockázat szerint érdemes rangsorolni, tehát egy mondjuk egy hármas reward Risk-arányút preferáljunk egy kettes, előbb, hogyha egyébként szép ajánl nyilván ez is már teljesen szubjektív, de a nagyobb risk reward trédeket jobban érdemes preferálni, azt gondolom. Ami vélem nagyon fontos, ugye mikor érdemes hazautalni egy számláról? Ugye ha jól csináljuk, akkor általában akkor érdemes hazautalni a számláról, vagy hogyha már növekszik ugye a számlegyek, mindig a mindenkori pluszt érjük el. Tehát akkor érdemes, ezt a hazautalást tulajdonképpen egy drawdown érdemes felfogni, és mindig a korábban meglévő legnagyobb értéknél érdemes az utolni. Tehát ha 50-ről elindulunk, 50 ség pénzről felmegy 60-ra, és 60 volt addig a maximum, és úgy gondoljuk, hogy akár érdemes visszautani, akkor 60-nál tegyük meg. Ne amikor 60 után mondjuk 57-re már visszaesett a számla, mert én egy dróden időszak. Nyilván minél nagyobb számlaértéknél utalunk vissza, annál jobban tudjuk utána a számla, számla növelni, hiszen a visszautalást is egy ródának érdemes felfogni, vagy kalkulálni. És ha jól csináljuk a dolgokat, akkor mindig felhamozódik a számlán egy olyan pénzösszeg, amit már nem teszünk kockázatba. Ezért annak a számlának már nincsen vagy annak a pénznek már nincsen helye a számlán, mindenképpen vissza kell utalni. A bináris opciókról még szeretnék egy picit beszélni. Itt fix risk reward, vagy reward risk előre meghatározott. A 90%-os kifizetés az már egyébként szóba jöhet a forex brokereknél tapasztalt spreadek miatt. Tehát Nekem is az a tapasztalatom, hogy a nyereségem 10-15%-a egyébként simán elmegy broker minden a hó végén. Tehát emellett egy 90%-os kifizetési szint már eléggé szóba jöhet. jól tudom, a Dugas van ilyen. De ami ennél sokkal fontosabb, az időfaktor. Mert ugye a forex tulajdonképpen nincs időfaktor, most a swap tekintsünk el, de nincsen időfaktor, amennyi időnből kell teljesülni, de itt azért ugye van. Ez is abszolút egy haladóbb szint, Viszont ha már az embernek van pár éves kereskedési tapasztalat, a sikeres kereskedési tapasztalat, akkor érdemes megfontolni a bináris opciókat. Nagyon fejlődik ez az iparág is. És a konklúziója tulajdonképpen a money management résznek abszolút egyén függő, hogy a nagyobb hozamkockázatot, vagy a nagyobb találati arányt részesítjük előnyben. Ez... Abszolút a mi lelkületünktől fog. mind a kettőhöz vannak olyan matematikai apparátusok, amik ezt elősegítik, hogy sikeresebbek legyünk a piacon. Ugye ezt láthattuk mind a kettőre egy-egy példát. A hozamkockázatnál, a, vagy a nagyobb találati aránynál, például a visszakockáztatós módszert érdemes megfontolni, a hozamkockázat szerinti, vagy a nagyobb hozamkockázatú stratégiáknál pedig inkább a piramisos, fordított piramisos módszereket. De hát rengetegféle matematikai ötlet van. Én azt gondolom, hogy bármit is csinálunk, vagy bármit is részesítjük előnyben, tudnunk kell azt, hogy melyek a jobbak. De teljesen, teljes egyenértékű ez azzal, hogy minden szubjektív, tehát nyilván az, hogy milyen matematikai apparátus tudunk képesek beépíteni a rendszerünkbe. Ezért, ezért azt gondolom, hogy itt ezek a matek képletek vagy szabályok itt most ötleteli szintjén jog, de a valóságban azért általában itt elég problémás szokott lenni ezek kivitelezése. Én azért bízom benne, hogy mindenki megtalálja a magának megfelelőt, ez most csak egy kis ízelítő akart lenni ez a rész. Jó. Én azt gondolom, a Money Managementről majd még fogunk a klub alkalmakon beszélni, illetve találkozókon, meg lesznek élő kereskedési napok is. Ezeket majd a Trader Centrumon fogom egyébként közé tenni, ahol együtt tudunk trédelni egy egész napot, 9-től 6-ig, már csináltunk egy ilyet szűköbb körben, de ott is nagy érdeklődés volt rá, úgyhogy ott ezeket a technikákat egyébként be is fogom mutatni működés közben, tehát abszolút működés közben. Na de tekintsük a következő diát, témakörönket. A kész rendszerhez tehát mi kell? Tudnunk kell azt, hogy ha már megvan ugye az üzemeltetési készségünk hozzá, készen van a rendszer. Tudni kell azt, hogy milyen money management hozzáadása, amit lehet kihozni belőle, és ezt milyen termékeken. Hát nyilván ezt a terméket akkor már fogjuk tudni, de milyen broker cégnél, és milyen piacokon. Ugye ez is nagyon fontos, hogy, hogy, hogy még jobban tudjuk optimalizálni. És ha mindez megvan, akkor még mindig nem biztos, hogy ezt hosszú távon is tudjuk üzemeltetni, de most tegyük fel, hogy már ezt hosszú távon üzemeltetjük, akkor is foglalkozni kell folyamatosan hogy milyen terméken esetleg, vagy más terméken esetleg még jobban lehetne ezt üzemeltetni, más broker cégeknél, más feltételekkel, de még jobb eredményeket lehetne elérni, és hát össze lehet akkor már hasonlítani, ha vannak sarokszámok, akkor ezeket össze lehet hasonlítani más rendszerekkel. Ezért nagyon fontos ez. Ez, hogy mi vezessünk statisztikákat, és vezessünk adatbázist, mert különben nem, nem tudunk mit számolni, nem tudjuk mihez képest jobbá tenni. Tehát ez nem egy klasszikus trade napló, egyszerűen a sarok rendszerek, vagy a sarok számok a rendszerben azok kellenek. Aztán persze vezethetünk trade is, az sem egy butaság, de érdemes azért megfontolni, hogy miket írunk abba a trade naplóba. Mert sokszor sokat beleírunk, és azokra nincs is szükség. Jó, én azt gondolom, hogy a kész rendszerhez nagyon sok kérdés merül fel, de mindjárt folytatjuk a következőkben. Akkor már is folytatjuk, tehát ezt a diát is kitárgyaltuk. Ott tartunk, hogy környezetre szabjuk a stratégiát. Nos, és itt kerül képbe először a Top Step Trader. Őt azért említem meg, mert a Top Step Trader egy nagyon jó lehetőség azoknak, akiknek csak minimális készpénz áll rendelkezésükre, viszont adott esetben meg tudnak trédelni. Tehát tényleg sikeresek a piacon, akár demóban, akár korábban éles számlán, csak valami miatt most nem áll rendelkezésükre pénz, erre mindjárt ki fogok térni. A Profit point is egyébként van ilyen lehetőség, hogy swing trédeket jobban preferálják, tehát ez a Top Step Trader és a Profit Point, ez két olyan cég, akik azzal foglalkoznak, hogy te, mint számla menedzser vagy ott tulajdonképpen. De erre mindjárt a Lobster Trénén fogunk példát látni. Egyéb lehetőségek is vannak, egyébként arra, hogy környezetre szabjuk a stratégiánkat. A MyFixBook AutoChartiston, a FX Pro Super belül is egy csomó robotot, meg mindenféle kereskedési szisztémát lehet ott elemezgetni számok szerint. Én azt mondom, hogy a mi számainkkal legyünk tisztában és akkor nagy meglepetés nem érhet minket, illetve értelmezik azt, hogy mások milyen számokat tudnak produkálni az eredményen kívül, mert sokszor kiábrándító egyébként. Hiába tartozik egy nagy nyereségi szint egy óriási dródán időszakhoz, vagy egy óriási dródán időszakot megelőzően, vagy, vagy, vagy csak az, hogy hány hónapig sikeres az adott trader, és hány kötésből. Az is nagyon fontos. Jó. No, de környezetre szabjuk a stratégiát. Tehát akiknek, ugye mondtam, hogy nincsen, vagy nem áll rendelkezésük, rendelkezésükre nagyon mennyiségű készpénz, azoknak a top step trader egy nagyon jó beugró lehet, ők future tehát határidős, amerikai határidős piacokon, bár van egyébként más termékük is, a profit point pedig inkább forexeseknek jobb, de emeljük, egyébként a profit point az magyar cég, a top step trader pedig egy Amerikába vándorolt magyar családnak a leszármazottja alapította. Így van. Tehát a második generáció, tehát a kivándoroltaknak az unokája. Na de ez most lényegtelen. Lássuk a Top Step Tradert. Itt vannak a számok, a sorok számok. Tehát többféle csomag van. Itt, amit érdemes első körben megemlíteni. Van 10 ezres, 30, 50, 100 és 150 dollárt is kezelhetünk, de ezt úgy kell abszolválnunk, hogy először kapunk egy 95, 150, 165, 325 és 375 dollárokért, az adott csomagra előfizetünk egy hónapra, és akkor kapunk egy 10.000 dolláros virtuális számlát. Egy lotot köthetünk a 10.000-es 10 számlánál, a napi vesztőlimitünk az 300 lehet, összesen ezret veszthetünk, tehát 9000-re mehet le a számla, illetve ha már csináltunk 10.500-at, akkor 9.500-ra, tehát összesen ezernél nél többre nem mehet le a számla, 1000 többel, és 10% eredményt kell elérnünk, tehát 1000 kell érnünk a hó végén, és ez 95 dollárért. Ha teljesítettük, akkor kerülünk be a valódi pénzkezelők közé. Ez még csak egy ilyen virtuális felmérő tulajdonképpen, ez a beugró ennyi pénzért, a beugrót kifizetjük, és utána léphetünk tovább. Itt vannak a csomagok, a számokat szerintem mindenki teljesen jól tudja értelmezni ennek fényében. Most a tízezresnél maradva még, amiket érdemes gyorsan a szabályokat megemlíteni. Legalább 10 kereskedési nap kell. Engedélyezett termékek listáját, azt mindjárt át fogjuk nézni. Legalább a napok 45%-ának nyereségesnek kell lenni és nem szabad elérnünk a napi, napi veszteségkeretet, meghaladnunk, és a összes legnagyobb vesztőt, tehát a trailing max drawdown az 1000. Ugye, ahogy mondtam, hogyha már 500-at csináltunk a számlára, akkor 9500-nál alacsonyabb számla egyenleg nem lehet. És akkor itt van az engedélyezett termékek listája, egyébként elég sok, látjuk, hogy van arany is, a future termékek mellett, ugye a forex termékek itt határidősként jelennek meg, azokból a főbbek vannak, illetve van kukorica, szója, tehát mezőgazdasági termékek is, a olaj is van, és a tőzsdeindexek indexek is vannak. És természetesen aranya, ahogy említettem. Jó, tehát a számok itt vannak, én azt gondolom, hogy megfontolandó lehet azoknak, akik már tudnak egy rendszert sikeresen üzemeltetni, csak day trade van lehetőségként, és hogyha sikerrel abszolváltuk a feltételeket, vagy a kihívást, akkor utána tudunk akár velük alkudozni, hogy több termék is legyen, utána már a szabályok lényegesen enyhébbek, hát nem véletlenül ugye a beugrásnál kell megszűrni, hogy kik azok, akik nagyobb összeget vagy éles pénzt is rá lehet teljesen értető üzletpolitika részükről. Ha erről bárkinek van kérdése, akkor nyugodtan írjon nekem e-mailt a davidkukac.tradercentrum.hu-ra, mert nagyon sokat nyüstöltük, próbáltuk, csináltuk, csináljuk, és egyébként a Top Step Trader-t élesben is, demóban is. Van egy 14 napos trial verziójuk, ami azt jelenti, hogy 14 napig pénz nélkül ugyanazokat a feltételeket szimulálhatjuk magunknak, és megpróbáljuk megcsinálni. A szépség az az, hogy csak egy gépről egyszer lehet erre beregisztrálni, de jól tudom, akkor IP azonosítás megy, hogy másik IP-ről vagy másik számítógépről újra tudunk regisztrálni, és újra tudjuk ingyen csinálni. Természetesen utána nem kerülünk be a Funded, azaz az alapkezelő traderek közé, de gyakorlásképpen mindenképp jó, és ami még nagyon érdekes, hogy elég olcsó egyébként a broker díj ennél a cégnél. Tehát 1,86 dollár egy kontraktra egy oldalon, az szerintem nem rossz. És akkor beszéljük egy kicsit a broker cégekről. Ugye sok mindenről volt már szó, a broker cégekről azért érdemes beszélni egy picit hosszabban, meg az egész piacnak a működésére. Én most egyébként ebből írom, a, vagy erről a témáról írom a szakdolgozatomat, és látom azt, hogy az interneten is az információk nagy része mennyire fals, és nem csak a magyar oldalakon felelhető információkról van szó, hanem egész egyszerűen az angol oldalakon felelhető információk nagy része is hamis, vagy nem jól értelmezett, esetleg félremagyarázott. Egy néhány dolgot csak, minden broker cégnél van B-Book, és ez egyáltalán nem baj, ez egy szükséges informatikai megoldás, és mindenképpen kell, hogy is, hogy legyen B-book. És aki azt mondja, hogy dealing desk az jó vagy rossz, én erre azt mondom, hogy lehet felügyelet nélkül is tisztességesen működni, és lehet felügyelet mellett is inkorrektel működni. Az más kérdés, hogy általában felügyelet nélkül több bróker cég működik inkorrekten, mint fordítva, de ez nem jelenti azt, hogy ott nem lehet korrekt cégeket találni. Most gondolok itt főleg akár ciprusra, mert itt több másik cég, nagyobb cég miatt is megint ott a bizalma az embereknek a ciprusi szolgáltatók iránt. Én mindig azt mondom, ez az teljesen egyedi. Érdemes ezt is folyamatosan monitorozni, folyamatosan megosztani egymással a klubban akár az információkat, folyamatosan figyelni broker cégeket, milyen swapok, -ok, mik teljesülnek, fórumokon utánuk olvasni, mert, mert, mert bármi, bármi a slipistől kezdve, bármi lehet egyedi, és általában a broker cégek egyedileg is meg tudják határozni. Sőt, ha metatradert használnak az ügyfelek, akkor abszolút meg tudják határozni, akár egyedileg is be tudnak állítani nekik bármilyen olyan dolgot, amivel ők hátrányba kerülnek. mint az ügyfelek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanakkor egy szép része a szakmának, annak ellenére, hogy sajnos sok bosszúságot tud okozni, de aki ezzel előképpen foglalkozik, azt nagy meglepetést nem fogja érni. Amit érdemes itt esetleg kiemelni, még, hogy az MM, LCN, STP, NDD, ugye ezek mit is jelentenek, az MM, hogy ez a Market Maker, a Broker cégre utal, ők sem feltétlen rosszak, ugyanis egy market maker broker cég, gondoljuk meg az alábbiakat, hogyha nála van annyi veszteséges ügyfél, alapból veszteséges ügyfél, amiből a broker cég tudja a nyerőket kifizetni, és még neki is van be a tisztes riusra. Egyébként én tudomásom szerint ez teljesen működő üzletpolitika egy-egy néhány market maker broker cégnél, akkor igenis nem kell inkorrekt módon a vesztőktől még több pénzt elvenni, vagy a nyerőktől. Elvenni pénzt ahhoz, hogy felmaradhasson ez az üzletpolitika. Ez is mondom, teljesen egyedi, mint mindegyikünknek a kereskedési rendszere, szisztémája, ugyanígy a broker cégek működési modellje is, de ettől függetlenül aki market maker, az nem feltétlen, meg aki szabályozatlan, az nem feltétlen, vagy regulációmentes, ez nem feltétlen jelenti azt, hogy rossz cég. Ezt csak a tapasztalat tudja eldönteni. Miért nem tud senki semmit? valójában ez annak köszönhető, és itt az ECN STP viszonylatban is. Ugye az ECN az azt jelenti, hogy csak egy elektronikus kommunikáció van a broker cég likviditás és a likviditás adói között. Az STP pedig azt jelenti, hogy minden egyes átmenő pozícióra egy ilyen kis cetlit tesz, mert ezzel a cetlivel azonosítja később a likviditás szolgáltatók felé az egyes pozíciókat. Tehát az ECN STP az teljesen más dologra vonatkozik teljesen, más attribútumra, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképp érdemes ezeknek utána olvasni és egy kicsit tudni, hogy mi megy a háttérben, és miért nem tud senki semmit hisz, miért tudnának. Miért kinek az érdek az, hogy az emberek minél okosabbak legyenek, ugye most vissza lehetne ezt kérdezni. De meggyőződésem, hogy általában, sőt, tapasztalat és más emberek tapasztalata is nem tudnak még a brókecék képviselői is nagyon-nagyon sok mindent. Nem tudják azt, hogy az ő cégük, hogy működik maga, a deviza piac, hogyan működik. Általában betanulnak valamit valamilyen más szélszestől vagy főnöktől, és azt mondják tovább. De nagyon sokszor meg a főnökök sem tudják, hiszen csak azt mondják a IT-s kollégáknak, itt van, ezt meg kell oldani, és kész. És valójában az IT-s kollégák azok, akik tényleg úgy gondolom, hogy mindent tudnak a broker cégük működéséről. Azt, hogy a többiek még nem tudnak, Hát ez, 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 ez egy jó kérdés, ugye, hogy miért nem tud senki semmit, de az tény, hogy gyakori tapasztalatként legalábbis én is észrevettem, hogy a broker cégeknek a szélszesei is meggyőzőben tudnak így értékesíteni, hogy nem is tudják pontosan, hogy a háttérben milyen mechanizmus húzódik meg. Az más kérdés, hogy általában a szélszeseknek sem nagy az ingerenciájuk a felé, hogy ezt meg tudják, mindegy, ez, ez egy másik témakör, ebben nem akarok belemenni. A lényeg, hogy nagyon kevés, érdemleges és hasznos információ áll rendelkezésre az interneten is egyébként. Nem mondom, hogy enélkül nem lehet sikeresen trédeni, de ez nagy mértékben megkönnyíti a dolgunkat. És akkor egy kicsit nézzünk a devizapiacra, a swap, spot, future és forward ügyletekre. Ugye a swap azok a kamatcsere ügyletek, a spot az azonnali, a future a határidős, de tőzsdén belül, a Forward pedig a határidős, de tőzsdén kívüli ügyleteknek a definíciója. Nagyjából így néz ki, egy kicsit csúnya az ábra, tudom, nem a legszebb, ezt mindjárt ki is fogjuk elemezni, egy pár percben erről fogok nektek mesélni. Ami számunkra itt most a lényeg, a kékkel jelzett, tehát ez a nagy kék tulajdonképpen ez a bankközi devizapiac, ennek az elemei, vagy a résztvevői, a három fő Thomson Reuters, itt nagyon sok forgalom bonyolódik le az ebs és a bankközi broker. Tulajdonképpen ez a három, ahol, ahol valamilyen közvetítő szerepet játszik a banki trédelésben. A BTD a bank trading desket jelöli, ők egymással is, ahogy látjátok, kapcsolatban állnak. Tehát egy bank trading deszkje a pozíciót, azt az EBS fel is beküldheti, a Reuters felé, más bankközi brókereknek, akár telefonon, vagy egy másik terminálon, talán a Bloomberg is jó már erre, illetve hát egy másik banknak is küldheti. Ugyanakkor a bank trading deszkje pedig, ő fog kifelé árat jegyezni majd, a többi kollégának, majd róluk is beszélünk. Amit a lényeg az EBS-en és a Reuters a napi forgalom. Ugye itt mondják, hogy 5000 milliárd a devizapiac napi forgalma, ez nincs így, vagyis ezt senki nem tudja pontosan megmérni. Ami a biztosabb, hogy a bankközi devizapiacon az EBS-en és a reuters 200 milliárd csak, 200 milliárd dollár, USA dollár a napi forgalom. Tehát ez az 5000-től elég messze áll egyébként. Az lbs és a reuters elfogadott árak egyébként a hivatalosak. A jegybankok is ide csepegtetik egyébként a, a likviditásukat, vagy éppen vesznek, vagy vásárolnak, ugye attól függ. Ők is kapcsolatban a következő bank trading deszkek, de inkább jellemzők, hogy a reuters egyéb bankközi brókerekkel, vagy az lbs re adnak meg mm, Ugye ezt nevezzük intervenciónak, de ez békeidőben is előfordulhat, nem kell külön bejelenteni ahhoz, hogy egy bank is adjon vagy vegyen a bankközi devizepiacon belül megfelelő devizákat, valuta ellenében akár. Jó, tehát ők azok, akik a bankközi devizapiacot alkotják, és a bank trading desk vagyunk mi többféle út. Szóval a bank trading desk vagyunk mi többféle utómódon kapcsolatban. Ott volt vége, és a diát pedig innen folytatjuk. Tehát, hogy hogyan jutunk mi el a bank trading deszkekig, azt nagyon sokféleképpen megtehetjük. Nézzük először a klasszikust. Mi magás személyként ugye innen indulunk. Vagy egy broker céghez közvetlenül megyünk és számlát nyitunk, vagy egy white label partneren keresztül egy broker cégnél, ez a White Label partner is lehet broker cég. Nagyjából ez a White Label az úgy képzelhetően, hogy ő összegyűjt sok ügyfelet egy broker cégnek, és kedvezményt kialkud a broker cégnél, és nagyjából így ugyanolyan feltételekkel tudunk közvetlenül a broker cégnél is trédelni. Itt így, mintha így mennénk, de ők is részesülnek belőle. De jellemző sajnos az is, hogy a broker cégnek a költségeire még rá tesznek, és úgy tudunk mit trédelni. Nagyon nehéz sokszor észrevenni, mint a kameleonok olyanok, hogy most egy broker nyitottunk számlát, vagy a white label partnernél, vagy, vagy, most mi a helyzet. Sajnos össze-vissza maszatolós választ is adnak. Már ez se a legegyszerűbb első körben, de azért ez még lecsekkolható. Jó, tehát van ez a klasszikus út. Nézzük a másik utat, amikor egy platformhoz megyünk, ilyen a Karenex például, ahol több broker cég, most csak egyet rajzoltam ide, de több broker cég is ad likviditást, több magánszemély is bekapcsolódik a kereskedésbe, és bank trading deszkek is. Tulajdonképpen ezek a platformok egy jól megért szoftver csoportosuló likviditás gyűjtő helyként funkcionálnak. Hasonló, mint a mtf mint a Multilateral Trading Facility, csak ez ez, ez szabályozott, ez nagyon komolyan szabályozott. Itt a devizakereskedés helyszíne, itt jellemzően nem szabályozott, vagy nem komolyan szabályozott, de maga a kereskedési helyszín, azt tudtommal általában itt nem szabályozott. Ez még egyébként mindig nem probléma feltétlenül, csak ugye, amikor korábban elmondtam, azok vonatkoznak rájuk. Aztán van, hogy a private bankingen keresztül kapcsolódunk a bank trading deskhez, ez nagyobb jellemzően. 5-10 vagy 20 vagy 30 millió forint felett banktól függően lehet ide csatlakozni. Ezt is biztos többen ismeritek. És akkor még, ami itt érdekes, az intézményi befektetők. Ilyenek például a hát akár a Budakes, illetve különböző ETF ETF-eket kezelők, de például a Concord ilyen, az intézmény befektetők, tehát a Concord például abszolút ilyen, a Budakes is ilyen volt részben, hogy összegyűjti a magánszemélyeknek, vagy cégeknek akár a pénzüket, és akkor különböző módszerek szerint trédelnek akár ott is, tehát ők már aktív trédelésre is végeznek, de a lényeg, hogy a likviditást azt a bank trading deskre továbbítják ők is, Na az egér itt van, tehát a bank trading deskre továbbítják ők is. És akkor lehet ilyen vállalatokon keresztül is eljutni, itt folytatódik ez a vonal, magánszemélyként ilyen például a, most kicsit csúnyán fogalmazva, de az Astra biztosító, meg a, a Questor is, hogy vállalatokon keresztül ők is, meg az intézmény befektetők is mehetnek a bank és akkor a bank lesz az, aki kér majd árat a bank trading desken lévő, kollégától, hogy jegyezzen a Szélsze, szélszes kollégáknak megfelelően árakat a különböző intézményi befektetőknek vagy vállalati partnereknek. És hogyha ezt majd erre az ábrára majd vissza fogok térni még egy kicsit, jobban cizellálva a dolgokat, de most, hogy ezeket így megismertük, nézzünk egy kicsit bele, abban, hogy, hogy hogyan néz ki a devizepiac, De bocsánat, még egy dolgot kihagytam itt. Tehát magánszemélyként mi mehetünk közvetlenül is, ahol itt van a ábra. Tehát mi mehetünk közvetlenül is a bank trading deskhez. Erre nem említettem szó, de ez nagyon nagy pénzeknél lehetséges csak. Tehát már ha majd, hogy nem portfóliókezelőként mehetünk akár a bank trading Jó. Na, amit akartam még itt picit beszúrni, ez a japán jegybanknak az adataiból van. Hogy melyik évre vonatkozok, azt nem tudom. Azt, hogy mennyire hiteles ez az adat, ezek után persze mondhatjuk joga, hogy kétséges. Viszont ami ebből nekünk a lényeges, hogy az EURUSD USD adja a kereskedések egy Tehát ez jellemzően minden forrás szerint nagyjából így van, úgyhogy ezt készpénzként vehetjük. A GBP USD adja a második és az USD -IP a harmadik, bár ez a kettő nagyon közel szokott lenni egymáshoz. És az AUD USD szokott még fölférni a harmadik, negyedik helyre, inkább a negyedikre. A CHF párok itt most meglehetősen kevés százalékkal szerepelnek, azt gondolom, hogy ez a egy banki árfolyam padlónak is köszönhető nagy részt, mert ők azért jobban szoktak itt szerepelni a grafikonokon, legalábbis a 2010-es grafikonokon én úgy emlékszem, hogy itt nagyobbak voltak. Ez csak egy kis érdekességként jelesztem, hogy az eurosd n azért a likviditás sokkal-sokkal-sokkal nagyobb, mint egy EUR CHF-en, vagy egy EUR, vagy mint egy USD CHF-en. És akkor kicsit még azt érdemes megvizsgálni az összetételét vagy ennek az ügyleteknek. Na most itt van a spot, ami az azonnal itt jelenti. Az azonnal ügyletek csak 37-38%-át, tehát nagyjából kicsit, amit egy harmadát teszik ki a devizapiaci kereskedési megbízásoknak, tehát csak az azonnal ügyletek alig a harmadánál többet adják. A két kamat, az FX, Waps és a Utrecht Forwards, ők nagyjából, hát én azt mondom, hogy a... Bocsánat, rosszul mondom, igen, már itt a színekben, rosszul mondtam. Az FX swaps és a currency swaps, tehát ők ketten adják a kereskedéseknek, hát majdnem a felét, de mondjuk minden esetre a 40%-át biztosan, még annál többet is. Ezeket jellemzően bankok intézik, ezt kamatcsere ügyleteknek hívják, ezt általában bankok, nagy intézményi partnerek bonyolítják, úgyhogy azért olyan sok. Az options, tehát az opciók az nagyon minimális, az pár százalék. Igazából az opciós kereskedés az annyira nem jellemző a forex vagyis a devizapiacra, de azért kezd ez is szerintem felfutni, hogy jövőben számíthatunk rá, hogy több lesz. Hát ez ugyan a dolog, mint a részvényeknél is, csak Amerikában van néhány részvény, ahol lehet opciókkal rákereskedni, és részvény nagyon sok de legtöbbre igazából nem lehet, mert nincs, nincs is likviditás. A Forex-en se gyak, akkor gyakori, egyrészt ugye szabályozatlan, hogy, hogy, intézik a opciós kereskedéseket, tehát ez egy kicsit nehezítő faktor is. És akkor itt van a, az a világos kékkel jelölt Outright Forward, ezek a határidős kereskedések csak itt azért formátként vannak említve, mert tőzsdén kívüli határidős kereskedésről van itt szó. Van ugye a cme is forgalom, nagyon sajnálom, hogy ezekben az ábrákban ez nem igen van benne, az, az future-ként való kereskedés, tehát mindenképpen határidős kereskedés, és nem formát, de mindegy, a, a határidős, de tőzsdén kívül is azért az már egy 10%-ot kitesz, tehát az elég, jelentős a tételekben kötik ezeket. Úgyhogy azért érdemes tudni azt konklúzióként ebből az ábrából, hogy az azonnali ügyletek mindössze csak a harmadát, közel a harmadát adják a devizapiaci kereskedelemnek. Azért ez, én azt gondolom, ez egy picit megdöbbentő. Tehát én amikor embereket megkérdeztem, akkor mindenki a 60-70 ra tette, és ez közel sincs így. Jó, akkor még vissza fogunk térni a következő ábrára, csak egy kicsit be lesznek karikázva, meg keretezve rajta a dolgok a zöld, de lesz a szabályozott rész. A piros a szabályozatlan, kékkel marad a bank, ez a piac, a bankrendszer egy szürke téglalappal fogom szimbolizálni, a BTD ugye ez a bank trading desket jelöli, és a white label ugye azt megveszítük a white label esélyed. Na most itt az ábra, a bank trading desk adja tulajdonképpen a devizapiac lelkét. Tehát ez a devizapiac lelke, a bank trading desk. Én azt gondolom, hogy a bank trading desk az, ahol a forgalmak végül is össze és ők azok a bankok, tehát azok, akik a lelkét adják az egész devizapiasznak és a forgalomnak. Jó. Ami itt a lényeges a számunkra. Ugye egy szürke nagy vastagított téglalapba beletartozik a bank trading a private banking és a bank sales. Na most ezek vannak ugye a bankon belül, látjuk, hogy komplex rendszert alkotnak, és ők nagyon komoly likviditást adnak ugye kifelé, a bank közidepvizapiacból kifelé és befelé is. Tehát ők azok, akik azért mozgatják. Ugye van több ábra is arról, hogy a Deutsche Bank, meg a Citibank hány százaléket adja az egész devizapiaci kereskedelemnek, hát több több mint 10-15%-át adja, csak ez a két bank, ha jól tudom, tehát azért ezek elég komoly számok. Pirossal be tulajdonképpen azt a részét a devizapiacnak, amik számunkra a szabályozatlanságot jelölik. Ez vonatkozik az intézményi befektetőkre és akár a vállalatokra is. Ugyanis nagyon fontos itt ezt meg kitárgyalni, hogy a devizakereskedés, helyszíne szabályozott-e, vagy maga a broker cég? Ha maga a broker cég szabályozott, az többnyire azt jelenti, hogy van mögött egy olyan reguláció, hogy ha csődbe megy a broker cég, akkor jótának a pénzünk pénzünkért egy bizonyos összegig. A kereskedés helyszíne viszont ennél többet jelent, vagy mást jelent, az azt jelenti, hogy amik a tranzakciók mögött történnek, slippage, csúszások, illikviditási periódusok, azokat ellenőrzi a felügyeletet. Ha nekünk konkrétan van egy elveszett trédünk, egy pozíciónk, akkor azért tudunk reklamálni, és azt a megfelelő felügyeleti szerv kivizsgálja nekünk egy MTF vagy egy tűzsde esetében. Ugyanez egy szabályozott broker nem történik meg? Tehát nincs, a kettő között óriási különbség van. Ettől függetlenül persze a broker cégek is um, Kapcsolatban állhatnak platformokkal, oda is adhatnak likviditást a bank trading desk felé, tőzsdék felé és MTF-ek felé is, de az fontos tudnunk, hogy általában a platformok és a, a broker cégek nem tartoznak a devizapiac keres, felügyelet kereskedési helyszínék közé. A tőzsdék és az MTF-ek igen. Tehát azoknak megvan, hogy mely felügyeleti szerv alá tartoznak és megvan, hogy kik azok a szervek, akiket megkeresítünk, ha bármilyen pozíciónkkal nekünk problémánk van, és azért megvan, hogy mely felügyeleti szerv fogja állni ami pénzünket, vagy, vagy fog minket kifizetni, miután mondjuk a tősde vagy maga az MTF nem tud. Tehát nagyon fontos az, hogy a broker cég, a broker cégek azok milyen felügyeleti szerv alá tartoznak, az is nagyon fontos. Az is, hogy maga a broker cég és a broker cégnél történő kereskedési helyszín is mennyire felügyelt. Jó, én azért javaslom azt, hogy tőzsdéknél és MTF-eknél érdemes számlát nyitni. Ettől függetlenül a broker cég, ahol a kereskedési helyszín nem szabályozott, és ugye a platformoknál is, ettől még lehet jó és lehet korrekt, hogy maga a kereskedési helyszínük az nem szabályozott. Tehát ez nagyon fontosan ketté válik a dolog. Jó? Ezt, ezt nagyon fontos megérteni, mert ugyanúgy, ahogy ezt egy táblázatként kell elfoglalni, vagy ö, lehet igazából megjeleníteni, a táblázatból lehetne foglalni. Képzeljünk el egy 2x2-es táblázatot, a bal felső sarkában van szabályozott kereskedési helyszín, szabályozott brókercég. Ez a legideálisabb egyébként. Tőle jobbra van a szabályozott kereskedési helyszín nem szabályozott broker cég. Én ilyenről még nem hallottam, mert általában ugye a kereskedés, a szabályozott kereskedési helyszín, az tulajdonképpen egy brókercég is, tehát lehet, hogy van ilyen, de én nem hallottam. A bal, a bal felső alatt van ugye, a bal oldali oszlopban, alul kell akkor elképzelnünk a szabályozatlan kereskedési helyszínt, de szabályok, Zott brókercéget, ebből nagyon sok van, ezek tartoznak a piros körbe, és, és a szabályozatlan kereskedési helyszín és szabályozatlan broker cégből, abból megint rengeteg van, az is a piros ként van itt, most megint az zábrán, azok a jellemzően offshore területen működő brókercégek, ahol maga brókercégnek sincsen felügyelete, felügyeleti szerve, Ettől függetlenül maga a broker cég lehet korrekt, ahogy mondtam már sokszor, ez csak az aktuális üzletpolitika, az aktuális adott broker cég vezetői által megkövetelt üzletpolitika dönti el, hogy a broker cég az mennyire, szab mennyire követi a korrektséget, a törvényeket, már ha annak vannak törvények, és mennyire korrekten jár el a reklamációkkor, és sajnos ezekből szokott az lenni, hogy a legtöbb broker cég, akik offshore telete működnek, és se nem szabályozott a devizakereskedési helyszínük, se nem szabályozott maga a broker követik el a legtöbb visszaélést. Én nagyon remélem, hogy ezeket nagyon sokan meg fogják gondolni, ezeket a mondani valóimat, és a jövőben másképp fognak cselekedni, és több információt fognak begyűjteni, esetleg ilyen cégeknél nyitottak már eddig számlát, és kereskedtek akár feltűnésmentesen szóval feltűnés mentesen ezt a broker cégekre értettem, csak itt pont vége volt a videó hetapnak. Én nem is akarok többet beszélni a broker cégekről, szerintem lapozzunk, maradjunk annyiban, hogy folyamatos monitorozás kell. És akkor mi ezekből a tanulság? Ugye a broker cégek között érdemes diversifikálni, én azt gondolom, hogy földrajzilag is, tehát akár például egy angol, egy ciprusi, egy amerikai broker cég, két-három cégnél többet egyébként nem javaslok, mert ha csak nem valami nagyon jó többféle stratégiánk van, akár automata, mert azért egy számlát is, vagy általában egy broker cégnél, vagy egy számlát is elég nehéz felügyelni, vagy hát pluszban tartani, ez a tapasztalat, nem, hogy még a több, több broker cégnél több különböző számla, de ettől függetlenül, tehát akinek megy, nekem is van, ahol swing trade van, ahol day trade van, ahol kicsit a kettő közötti dolgot futtatok. Tehát érdemes mindenképpen a brókerciók között diversifikálni, egyébként nekem is pont ebben a három országban van, azért is mondtam, de mert bármelyik országban be lehet bármi, bármikor a tőzsdefelügyeletük, vagy bármilyen felügyeleti szervük esetleg, vagy befektető védelmi alapjuk nem tud fizetni, bármilyen előfordulhat. Na de ezeket hogy tudjuk leginkább kiküszöbölni? Én azt gondolom, ha megfelelő money managementet használjuk. Ez alatt azt értem például, hogy egy broker céghez a rendelkezésünkre álló tőke, tehát a tőzsdézésre rendelkezésünkre álló tőke 10%-ánál többet nem utaljuk ki egyszerre. Ez nem azt jelenti, hogy ahhoz a 10%-hoz kell mérnünk mondjuk egy 1%-os belépőt, hanem az ösztőkénkre vetítve köthetünk 1%-kal. Ez azt jelenti, hogy egy 10%-os tőke keretben, ez egy 10%-os trade lesz, mert ugye az a 100%-nak az 1%-a. És hogyha esetleg mondjuk ez a 10% elfogy, akkor még mindig utána ki tudunk utalni az itthon akár a párnában tartott pénzünkre, pénzünkből, vagy pénzünk terhére, de semmiképpen sem történik az meg, hogy véletlenül bármi csőd, vagy ilyesmi, bármi hülyeség történt a brókerre, és nem fizet ki minket. És akkor viszont ott van a tőzsdére szánt pénzünknek a nagy része, vagy akár ne adj Isten az egész, és akkor mit csinálunk? Akkor ennyi volt. És nem szabad, hogy ez megtörténjen, nincsen 100%-ig biztos bróker ezért javaslom azt, mindenképpen 10%-nál többet ne, és ne is tartsunk, hogyha elértünk egy bizonyos százalékot, szabjuk meg mutnak pluszba, akkor azt is szépen hazautalgatjuk, ne az legyen, hogy nem fizet ki a bróker cég. Egy 10 ot veszteséget az egész tőzsdézésre szánt tőkénkből még le tudunk nyelni. Amellett még nem fogunk esetleg úgy felébredni, hogy hú, holnap nincs pénzünk, de hogyha az egészet elbukjuk, akkor az ez elég komoly, elég komoly lelki terhet tesz ránk, és igazából egy felesleges lelki terhet, és nagyon sok embert láttam, aki ebben nem is tudott kikecmeregni évek múltását. Arról nem beszélve, hogy onnantól kezdve a tőzsdézéshez való hozzáállás teljesen megváltozik. Jó, tehát ahogy mondtam, hozzátartozik a folyamatos monitoring, Szakirodalmak olvasása. Na most én két oldalt javaslok nagyon, meg is mutatom ezt a két oldalt. Az egyik a financemagnets.com ha ez mindjárt bejön ez a honlap, itt nagyon sok olyan dolgot lehet olvasni, amik a aktuális újdonságokat tartalmazzák a broker esetleg nem csak a Forex broker cégek, hanem a határidős amerikai broker cégekről. Tehát itt elég sok minden van, van külön retail részük, ugye retail fix, binary options, tehát a bináris intézményi befektetők, tehát nagyon sok minden van, még cryptocurrency, tehát a, például a bitcoinról is van itt információ, és akkor itt van például jelen beszédnek az eredménye, itt van a scisec információk, de mindig az aktualitások, broker cégekről is. Föl lehet mindig iratkozni egyébként, vagy mindig oldal föl lehet iratkozni, itt van valahol egy, a feliratkozó rész is, de lehet, hogy csak most ezt én nem vettem észre. Nekem egyébként erről jönnek e-mailek. A másik, amit én nagyon javaslok az Elaborate. Bocsánat. Egyébként elég sok ilyen oldal van, de én ezt a kettőt javaslom, hogy ezt a kettőt a forexesek mindenképpen olvassák és, és nézegessék. Na, ebből is jött itt nekünk egy reklám. Igen, itt fel is lehet iratkozni az e-mailre rögtön. Itt is itt vannak különböző broker cégekről, lehet itt is olvasni újdonságokat, ugye összehasonlítások, tehát tényleg social trading, de nagyon-nagyon sok minden van, itt van mindenféle indikátorok, volumok, -ok, mindenféle. Én azt gondolom, hogy ezt a két oldalt, ha az ember erre feliratkozik és olvas a napi újdonságokat, akkor az már, az már, az már bőven elég szokott lenni. Jó, és akkor hát a tapasztalatok megosztása, én ezt arra értem, hogy például eljárunk klubba, hozzánk is akár, gyertek, beszéljük meg, mindig beszéljünk meg minden újdonságot, tapasztalat, ha jó, ha rossz, mert a többiekkel tanulhatnak, itt nincsen szégyen, itt nincsen semmi ellenézés, mert mert egy sikeres trader onnan is megismerszik, hogy ilyen attitűdökkel nem rendelkezik, hogy másokat lenéz, viszont nagyon-nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni emberek. Lásd például, amikor volt a CHF erősödése, akkor is nagyon sok ember osztotta meg az információt a klubban egymással, és nagyon sok tanulságot tudtunk levonni. És itt van még, amit én javaslok olvasásra, bár a portfoliohu is lehet olvasni, egyébként még azt szerettem volna megemlíteni. De még, amit inkább javaslok, az a forum.ősde.hu. Ugye Schindlernek nagyon írásai vannak Tominak, aki most már t néven fut, vagy t néven fut, Cyberbob, Norton 3, Cidius Chucky, Pintér Péter, csak ő Pé Péter néven van fent, Szent Louis, HV Trader, illetve hát Janu-nak is jó beírásai vannak, de az az jellemzően trollkodott is, meg Rich is. <laughs> de ha már ránézünk egy pillanatot, akkor erről a honlapról van szó. Én is egyébként szoktam ide publikálni, de ami ennél sokkal-sokkal lényegesebb, hogy akár is olvashatjátok ezeknek az embereknek a bejegyzéseit, itt rá tudtok keresni itt a keresésben, és akkor kidobja, ezeket a nick nevekre rákerestek de a tűzsdei képzésen belül én egy topikot különösen javaslok, az még hozzá a tűzsde pszichológia. Ugyan rég volt ide írva, de Cyberbob, t is többet én is publikáltam ide, de nem akarom magamat megemlíteni, viszont akiket ott felsoroltam, ezeket, ezeket a nick neveket, ezeket nyugodtan olvashatjátok, mert érdemes, érdemes nagyon jó dolgokat osztottak meg. Úgyhogy mindenképpen javaslom. És akkor lépjük tovább egy kicsit, ez a Trader Centrum projekt. Na most itt pontokba összezett mi jellemző erre a csapatra. Ez a csapat tulajdonképpen úgy alakult ki, hogy évekkel ezelőtt mi már tartottunk, ahogy említettem, programozói meg felhasználói tanfolyamokat. Csak azok a csapattagok most már jellemzően broker cégnél meg, meg multiknál dolgoznak, mint programozók, viszont van egy újabb csapat már, azóta tag, régebbi tagok ők is, csak most jött el a így hát, hogy na jó, amit egyszer elkezdtünk, azt fejezzük be, illetve vigyük tovább, főleg miután ugye voltak itt a broker botrányok, és nagyon sok ember megkeresett minket mindenféle problémával, és most már van is rá kapacitásunk, tehát a szűk kör az három fő, és kapcsolatban vagyunk egyébként itt a többiekkel is, akiket láttok a spux.hu-sokkal. Ők a Janóék égféle Társaság egyébként, akik a Market Geometry-t használják a kereskedésük alapjául. Az everx nem kell bemutatnom a srácokat, nekik is fél van a videójuk, a spuxosoknak is fél van a videójuk. Egyébként most minél fel is fogom tenni az újabb videójuk a spuxosoknak. Trading in the Flow az az RP, a másik RP-nak az oldala ő is fog egyébként, tehát ő is nagyon szoros kapcsolatban áll velünk, és ő is rengeteget trédel velünk együtt is. Igazából mi egy ilyen nagyobb csapat vagyunk, érdemes a tapasztalatainkat is meghallgatni, azt gondolom, nem azért, mert csak az olyan jó, amit mi mondunk, mert ilyet nem mondanék soha, viszont rengeteg olyan tapasztalat gyűlt fel az évek során, amikből szerintem ti is nagyon sokat tudtok meríteni, vagy a kedves hallgatóság. És azt gondolom, és a Forex technikről se feledkezzünk meg, ugyanis ő a robot programozó, illetve az egyéb expert és indikátor programozó részünk. Őt azért is említettem meg, mert ő az, aki nekünk is esetenként lehet, hogy el fogja készíteni a robothoz valókat, de még egy piatra hogy a Trader Centrum partnereit is, ugye, hogy megemlítettem, de maga a Trader Centrum ugye mivel fog foglalkozni, és, és miért jó. Mi ugye folyamatosan ott vagyunk a piacokon, több cégnél is van számlánk, illetve több brókercége is mi kapcsolatban vagyunk, de nem vagyunk senkivel leszerződve, ez nagyon fontos, nem is akarunk leszerződni senkivel, nem is akarunk embereknek céget ajánlani, de a tapasztalatokat nagyon szívesen megoldjuk, Meg, megoldjuk, hát jó is lenne, megmondjuk inkább illetve ami még nagyon fontos, hogy általában, sőt, hát mindenki árpit kivéve 30 év alattiak vagyunk, tehát az összes új informatikai trendelés irányzattal tisztában vagyunk, használjuk is ezeket a kereskedéseink során, majd be fogom mutatni, hogy én is milyen jelzőrendszert használok a kereskedéseim során, illetve hát a folyamatos figyelés és monitoring fejlődés, adatelemzés, ez a broker cégek vizsgálatánál például elengedhetetlen. És akkor miben tudunk esetleg segíteni, vagy ez a csapat miben tud segíteni? Lesz egy ilyen trader mentő szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy távoli asztalról, illetve akár helyszínen is, Budapest is környékén tudunk segíteni bármiben. Tehát tényleg bármilyen problémával, ami mondjuk személyes jelenlétet igényel ha távoli asztal, túl mondjuk, de távoli asztal is elég sok mindent meg tudunk Broker független számlaljánás. Hát a tapasztalatunkat, ahogy mondtam, el tudjuk mondani, hogy hol mennyire drága, milyen termék, mennyire jó, mennyire jó az ügyfélszolgálat. Esetleg tudunk segíteni az ügyfélszolgálat intézésében, hanem magyar, vagy nem áll rendelkezésre magyar ügyfélszabályos platform oktatásokról fogunk beszélni, mert az elengedhetetlen, tehát amíg egy MetaTradert vagy egy NinjaTradert nem tudunk kezelni addig, mint a NinjaTrader használja a TopStep-et is, fordítva, a TopStep használ a NinjaTradert, bocsánat, tehát amíg nem tudunk egy platformot megfőképp használni, addig nincs is miről beszélgetni. Vita-esteket fogunk tartani, számítógépeket be tudunk konfigurálni, monitorokat, videókártyát, 4K felbontásban vagy Full HD felbontásban akár 5 csártot is lássunk, és ez nem kell, ha egetvengerőszegeket kifizetni, VPS beállítások, hogy különböző automatizált rendszereket tudjunk futtatni, experteket tudunk beállítani, riasztó rendszerek, ezekből fogok most bemutatni, hogy mi is használunk, egyébként ezek is elérhetőek számotokra is, nagyon-nagyon sokat segítenek, ha nem tudsz egész nap a gép előtt lenni, ahogy mondtam, robotprogramozással is foglalkozunk, a Forex technikes, srácok révén utalás optimalizásban is tudunk, Scrape, PayPal, Neteller, UPay mindenféle dolgot, mely Broker cég, mikkel áll kapcsolatban, legújabb információkat, meg tudjuk veletek osztani a vita akár. Kereskedések elemzése, sőt, lesz élő kereskedési napok is lesznek. Ezeket, hogyha feliratkoztok a Trader Centrum hírlevélre, akkor onnan fogunk nektek értesítéseket küldeni. A két hetente tervezzük egyébként ezeket az élőkereskedési napokat, majd meglátjuk még hol és mikor, mert van rá igény, és, tökül, hogy együtt tudunk trédelni, és egymás sikerében tudunk osztozni, vagy éppen tanulni egymás hibáiból. MyFXbook, MetaTrader beállítás, Ninja Trader beállítás, mondtam már, webes platformok, a ducascopy nak a GForex-étől kezdve az Elmax-nak a webes platformján át, a Karenex platform még mindennel, illetve hát az amerikai piacon lévő platformokat is elég jól ismerik, abból is egy e kezdve a ninja a fú, nem is, Traystation, tényleg rengeteg mindent ismerünk és használunk. Úgyhogy egy elég jó csapat verbuválódott össze, én nagyon remélem, hogy segítségetekre tudunk lenni. A Traders Night az marad a klub, ahogy eddig is, hogy megszokhattátok, de a Trader Centrum az, ahol mi tudunk nektek személyre szabott segítséget adni bármivel kapcsolatban. Egyébként, ha nem tudunk, akkor azt is el fogjuk mondani, mert azért mindenben lehet, hogy mi sem tudunk segíteni, de ez nem is baj, vagyunk rá, van elég kapacitásunk, mi főállásban trédelünk, tehát nekünk ez a fő dolog, na mellette, ha van rá érdeklődő, szívesen segítünk, ha nincs, nincs, de mindenképpen olyat tudunk csak nyújtani, amiben mi is profik vagyunk, és ott vagyunk, és napi szinten használjuk. Hát nyilván ezek a kereskedéshez, kereskedés költségeinek optimalizálásához, ezek egyébként elégedhetetlenek, amikben nektek most itt tudunk mondjuk segíteni. Úgyhogy semmi olyan dolog nincs, amit amine lenne. A Forex Technik, ahogy mondtam, hogy a Forex robot készítéssel, és neki van egy ilyen Forex Broker Starsos broker összehasonlító oldalak, de nagyon fontos, hogy ez csak a brokereknél elérhető különböző sarok számoknak az összehasonlítás elő spread, meg ilyenek, de a év és hétközi tapasztalatokra sajnos ez nem jó. De ez is egy nagyon hasznos oldal lesz majd. Igyekszünk ezen az oldalon is olyan funkciókat még beépíteni, amik esetleg a napközbeni vagy használat során lévő tapasztalatokat összegyűjti. Én híve vagyok annak, hogy esetleg a felhasználók is írhassanak véleményeket és akkor nyilván ezek alapján is lehetne szűrni, de ez már egy bonyolultabb dolog, ez majd a Bajor Dávid kollégánk fog foglalkozni, mi csak besegítünk nekik, viszont Dörömbözi Dávidről és Bence Leventéről talán nem tettem még említést, ők azok, akik a szűk körben besegítenek nekem, ők is abszolút tréderek, itt van még ugye Almási Árpád, Spux.hu csapata és a többiek, ugye, akiket már említettem. És akkor nézzük meg a tradercentrum.hu-t. Nos, legegyszerűbb, hogyha fölmegyünk a honlapra, és itt megnézzük a Trader Centrumnak az oldalát, már is. Ami, ami elérhető első körben a tradercentrum.hu-ról. A blog az egyik legfontosabb. Akit érdekel a Victory rendszer, és akarja, elsajátítani a setupokat, a konkrét belépőket, azoknak én mindenképpen a blog végigolvasását javaslom. Ez az, amit Szoboszlai Attila is nagy vonalakban tartott, vagy tartaná még most is, de nem akarok rá hivatkozni, mert ez már az én egyéni rendszerem, de Imre Sándor is erről beszélt az egyik előadásunkon például, a Viktori rendszer működésére. Itt van a blogban konkrét beszállók, ahogy mondtam, mi már ezt az oldalt rég elkezdtük, de most újabban tényleg eldöntöttem 3-4 naponta abszolút fel fogok tenni trédeket, ahogy látjátok most is tettem föl, egyszerűen csak rákattintotok, van egy leírás róla, itt a képet nagyba is ki tudjátok elemezni, ez le van, vagy értelmezve van itt ugye az alatt lévő sorokban, hozzá is tudtuk szólni, és én mindenképpen azt javaslom, hogy olvasátok el, akit érdekel a Viktori rendszer, gyertek el az élő kereskedési napjainkra, mert azokat is itt fogjuk hírlevélben kiküldeni. Ami még itt elérhető kapcsolat és a rólunk szóló rész kivételével, amit egyébként mindenképpen érdemes szintén elolvasni, az a trader mentő, amit a Levente és a fölbe Dávid barátom fog csinálni, a Dörömezi Dávid barátom számítógépeket raknak össze, kimennek helyszínre, itt van fent az oldal, hogy hogy kell a tréde a telepíteni előre a számítógépre, de ebben is tudunk segíteni, ez sem probléma. VPS-ekben is ugye tudunk segíteni. Én mégis azt gondolom, illetve hát platformoktatás is, itt van most lesz vagy két tanfolyamunk is, de mégis azt gondolom, hogy amiknek a legnagyobb közvetlen haszna van akár a Viktori rendszer üzemeltetésében, ezeknek a indikátoroknak és pozíció menedzselő experteknek a sokasága. Ezekből a három, négy azt gondolom elengedhetetlen a sikeres üzemeltetéséhez a Viktori rendszernek. Meg is nézhetjük egyébként ezt a működés közben, nagyon egyszerűek. Most itt egy EURUSD csártot, ha tekintünk. Itt látunk egy függőleges vonalat, ez a Forex Factory, ez az indikátor, a TC kalendár a Forex Factory-ból olvassa ki a híreket, teszi ide, a csártra a megfelelő színű vonalat, a megfelelő színű hírhez tartozó vonalat, tehát ez is egy narancsárga hír, ide van írva, hogy az euróra vonatkozik, ugye a dollárra lévő híreket is kiteszi erre a devizapára, tehát itt az és dollárra vonatkozókat, beszínezi azzal a színnel, ami van, oda teszi, amikor ki fog jönni, gyertyában, és oda írja röviden a hírnek a leírását is, ami szintén a Forex Faktorinról elérhető. Úgyhogy azt gondolom, ez egy elég hasznos indikátor. De megnézhetünk, van például egy jelző indikátorunk, ami a trendet tudja lekövetni, és tovább húzza magát a trenddel egészen addig, amíg egy trendforduló be nem következik. Például én most beállítottam itt egy long irányú jelzést, ide kiírta, hogy hol van az utolsó csúcs, long irányú jelzés, egy viszintes szaggatott sárga vonal, megjelent citrom-sárga vonal, ahogy megy lefelé a trend, mindig az alacsonyabb csúcsokra húzza rá, mindig az utolsó csúcson lesz ez a vonal, és amikor először fölé zár az órás gyártya, akkor fog nekünk e-mailt, illetve felugró ablakot is produkálni a program, illetve az e-mailből ugye lehet a mest is. Erről szóló cikkünk egyébként szintén fent van, itt van, hogy a e-mail küldés beállítása ment a traderhez, és ott van publikálva az SMS küldés is, bár az egy kicsit bonyolultabb. De visszatérve be tudunk olyat is állítani, tehát egy sima egyszerű gyertya alá vagy fölé zárásra is tud riasztani. ezt leokézom, akkor megjelenik egy narancsárga vízszintes vonal. Egyébként ezt több, több példányból is fel lehet tenni, de van expertünk arra vonatkozóan, hogy pozíciót hogy menedzseljünk nullába, amikor húzzuk indikátorokkal, hogyan tudunk esetleg egy pozíciót lekövetni, momentum indikátorokkal, lassabb indikátorokkal, egész sokféle pozíció expertünk is van, jelzőrendszerünk is, e-mailes, SMS-es, riasztásos verzióban, úgyhogy én azt gondolom, hogy ami a Viktori rendszerhez kellhet, azt ez a programcsomag, az lefedi tulajdonképpen. És ha visszanézünk ide a Trader Centrumnak a blogjára, akkor azonnal itt csak csártozni akarunk egy kicsit, ugye, hogy miről szól a Viktori rendszer, aki esetleg nem tudná. Az azt jelenti, hogy egy magasabb időtávú trendirányban keresünk egy olyan potenciális belépő szintet, ahol fordulhat a ár újra trendirányba. Tehát egy korrekció végeket keresünk meg a racsonyabb idősíkon. Fibó felmérése az, az több szempontból is nagyon fontos és hasznos eleme a rendszernek. Tehát például a Fibó 23-os 6 szint környékén állt meg az ár többször is te egy támasz szintet biztosított, főleg itt állna itt följebb, és amikor az első nagyobb volatilis gyertya alázárja, akkor kell a trade-be belépni, és az első célár az a mindenkori megelőző trend legszélsőbb pontjait, most ugye a short irányba legalacsonyabb. Tehát erről szól tulajdonképpen a Victory rendszer, és erre vannak itt ugye példák, nagyon sokféle devizapáron, terméken, ez egyébként univerzális, nyilván mindenhol egy kicsit testre szabható, időtávoktól is függő a dolog, de devizapárokon, óráson nagyon sok egén is üzemeltettem. Úgyhogy a honlapot kiegészítve, megfigyelve, a saját kereskedésünk során én azt javaslom, hogy mindenképp érdemes feliratkozni a YouTube csatornánkra is, a Trader Night Budapestnek a Youtube csatornájára, mert ide tesszük fel mindig az új videókat, ide majd lehet, hogy fogunk egyébként elemzéseket is feltenni, ez majd később a forum.üsde.hu t érdemes olvasni, a Traders Night nak a, az oldalát érdemes még böngészni, itt az eseménynaptárban elég korán felszoktam tenni a következő előadásokat, de hát most egy picit tölt a rendszer. Na, mindjárt be fognak jönni. Ugye most itt vannak a következő előadások, amikre már ugye mindig a következőre lehet is jelentkezni. Illetve hát szeretném köszönetemet kifejezni a spux.hu csapatának, Mucsi Bencének, Hajdú Török Jánosnak, mert ők is nagyon sokat hozzátesznek a csapathoz. Szeretném a Forex Technik csapatának, főként Bajor Dávidnak a közreműködését megköszönni, ők is nagyon sokat hozzátesznek, Almási Árpinak is szeretném megköszönni, illetve szeretném még nagyon megköszönni a Forex Club alap forexclub.hu domén üzemeltetőjének, Danko Zoltánnak is a közreműködést, az élő közvetítéseket, mert ő nélkülesen jöhetne az létre, hogy akár távolról nézzétek a Traders Night-okat köszönöm szépen a figyelmet. Én azt javaslom, hogy figyeljétek a TraderStyle honlapját. Itt is nagyon sok előadásról tudtok tájékozódni majd, illetve hát híreket is igyekszem ide is feltenni, illetve akit esetleg a Trader Centrum lévő szolgáltatások érdekelnek, viszont itt fogjuk kiküldeni az élő kereskedési napjainkról is a tájékoztatót, úgyhogy emiatt érdemes felregisztrálni a Traders Night-on semmilyen marketing jellegű e-mailt nem szeretnék kiküldeni, és a két adatbázis szem sem fogom összemosni. Úgyhogy akit érdekelnek a dolgaink, konkrétabban azok nyugodtan a Trader Centrumra regisztráljanak fel. Az én magam nevében szeretném tehát akkor megköszönni az e imént említett közreműködőknek az előadás létrejöttét, és bízom benne, hogy minél többször találkozunk, és csatlakoztok a Traders Night-hoz is, akik még eddig nem tették esetleg a videó megtekintői, illetve a Trader Centrum csapatához is. Találkozunk október 15-én, minden jót kívánok addig is. Sziasztok!